egy kiállítás megnyitó keretén belül hirdették ki az 56-os emlékmű pályázaton legjobbnak tartott pályaműveket a Profita galériában. Újbuda önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 11. kerületi eseményeinek 60. évfordulójára hirdetett nyílt pályázatára összesen 35 pályamű érkezett. Ezek közül választott a zsűri 4-et, köztük az abszolút győztest is, amelyet érdemesnek talált a díjazásra. A kerületben igazából két helyen történtek nagyon jelentős események 1956-hoz kapcsolódóan. Egyik a Műegyetemen, hiszen onnan indult el a forradalom, és amikor a harcok voltak, akkor pedig a körtér volt az a helyszín, ahol nagyon fontos harcok, budapesti szinten fontos harcok zajlottak. A Műegyetemen van egy olyan emlékező hely, amelyen emlékezni lehet a forradalomra, de úgy gondoltuk, hogy a körtér a megújult gombával szintén az a hely, ahol valamilyen formában meg kell emlékezzünk azokról az emberekről, akik ott életüket áldozták a magyar szabadságért. Ez volt az az ötlet, amely arra vezérelt minket, hogy a 60. évfordulóra már egy olyan pályázattal és egy olyan emlékművel lehessen készülni, illetve felavatni, amelyet egy nagyon komoly szakmai zsűri választ ki. És ez nagyon fontos volt az egész gondolkodásban, hogy szakmai zsűri legyen, aki javasolja, hogy abba a Szent Imrevárosi körtéri millióbe milyen megfelelő és milyen a mai kor szellemnek is megfelelő alkotás kerüljön ki. A zsűrinek én is ugyan tagja voltam, de igyekeztem nem beleszólni, hiszen itt nagyon fontos, hogy a szakma tudja azt mondani, hogy ő ezt ezért és ezért tartja megfelelőnek, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki látni fogja majd jövőre ezt az emlékhelyet, meg lesz elégedve vele. Valóban benne van az ötletesség, amelyben fel kell lebenteni egy titkot ahhoz, hogy láthatóvá váljon maga az, hogy miről is szól, hogy időről időre emlékezzünk, hogy mi is történt itt akkor. A természeti hatásokat a kollektív magatartással állítja párhuzamba Balázs Marcell és Pelle Zita, a győztes tervezete. Ez alapján az alkotás a zivatarban tető alá menekülő, esernyőt bontó tócsákat kerülgető embereket jelképezi, akik a viharban egyformán reagálnak életkortól és élethelyzettől függetlenül. Balázs Marcell és Pelle Zita alkotása érte el az első helyezést, ami ugye egyrészt pénzjutalmat jelent, másrészt pedig a megvalósításnak a jogát és lehetőségét a 60. évfordulóra. Ez egy körgyűrű tulajdonképpen, egy egészen különös anyagból, amit Magyarországon eddig még egyáltalán nem használtak, így a tervezők és külföldi minták és példák alapján dolgoztak. Ez egy olyan körgyűrű, ami a teljes gombát körbeveszi, kvázi kijelölve azt a helyet, ami ugye lőszerraktár volt, ahonnan irányították a harcokat, ami emblematikus helyszíne volt 56. október 23-ának és az azt követő napoknak. Nagyon szép és nagyon elegáns megoldás volt ez a fajta válasz tulajdonképpen 56-ra. A nyertes alkotást a tervek szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján adják majd át.